Amit itt láttok, a Möbelkunst, az az én szubjektív 10 éves gyűjtőszenvedélyemnek az eredménye, ami most már 2 éve publikus. Gyakorlatilag ez egy ilyen privát design vásár. 500 négyzetméter, tele a 20. századi modern dolgokkal, 1950 és mondjuk 1980 között. A gyűjtőszenvedély az Helsinki-re rezdető vissza, amikor ott értem kint, és nem volt más dolgom, mint hogy megfertőződjek a dizájnnal. Azért ez a korszak, mert tetszik. Az emberek reakciója szerintem nektek köszönhetően is egyre jobb. Tehát én ezt ugye 10 évet csinálom, 5 éve adogatok el belőle, és most már egyre kevesebb az, hogy ez használt bútor, hanem inkább értik azt az emberek, hogy ezek inkább történettel rendelkező tárgyak vagy bútorok. Hát én azt vallom, hogy bátornak kell lenni, és keverni kell a dolgokat. Tehát, hogy semmi baj nincsen a mai irányzatokkal, de azt gondolom, hogy ha az ember berak egy-két ilyen darabot, akkor ez sokkal, sokkal izgalmasabb tereket tud kialakítani, mint hogyha egy ilyen homogén térben van. Nekem se csak így van berendezve a lakásom, de pár igazán szép darab, azt szerintem nagyon fel tudja dobni.